Nagy a béke és a nyugalom a Pump Haciendán. Nem csoda, hiszen a múlt heti 5 pontos hazai győzelmet követően a Bácska 71-67-re Egerben is nyerni tudott, így kettős győzelemmel került az NB1 B csoportos bajnokság döntőjébe, és szombaton már az élvonalba jutásért játszhat a Salgótarjánnal. Hát tegnap hál' Istennek sikerült Egerben nyerni, és ezzel bejutottunk a döntőbe. Hát ez még mindig nagyon messze van az alcsoport, ugye ezt tudjuk jól, de egy nagyon nagy lépést tettünk felé. Mindig szépen araszolva kell előrébb jutni, és nekünk ez sikerült, hiszen hogyha most azt gondoljuk, hogy nem régen még a negyedik hely is bizonytalan volt a bajnokságban, a keleti csoportban, akkor ezt egy nagyon nagy eredménynek fogadhatjuk el. Kis eltéréssel végigvezettünk, egyetlen egy pillanatig nem volt az, hogy az Eger olyan helyzetben lett volna, hogy ő jut tovább. A csapat hihetetlenül örült neki, ez egy nagyon nagy dolog, mindenféleképpen. Éppen arról beszélgettünk, hogy 95-96-ban esett ki a bajnokságból, az alcsoportból a fiú csapat, és azóta a közelében nem volt ennek az eredménynek, tehát ez egy kiváló eredmény, hogy döntőbe is a feljutásért játszhatunk, és hát az összes játékos, most gondoljuk végig, aki itt a csapatban van, ennek a részese, és nyugodtan mondhatom, hogy ez a csapat valóban minden tagja részese ennek a sikernek. A döntő lebonyolítása eltér az eddigiektől, hiszen a feljutáshoz 2 győzelem szükséges. A lebonyolítása az úgy néz ki, hogy most szombaton, és mindenki szeretettel várunk a Frankel gimnázium sportcsarnokába este 6 órakor, ez itthoni mérkőzéssel kezdődik, utána visszamegyünk Salgótarjánba és játsszuk a visszavágót, és hogyha egy-egyre áll a találkozó, akkor összesítik a kosárarányt, és amelyik csapat jobban áll, annak az otthonában lesz a következő mérkőzés, ami minden bizonnyal a szövetség kiírása szerint szerdán lesz. Eleményes a lebonyolítás? Igen, hát azért állandóan változtatnak. Egyszerűen borzasztó, mert évelején még nincs kiírva, és közben vannak ezek a változtatások. De mondjuk az igaz, hogy nem tudták eldönteni sohasem, hogy ki legyen a pályaválasztó. Bár ez megint vita téma, hogy jobb idegenbe kezdeni, vagy otthon kezdeni. Tehát ez ahány csapat van, annyiféle véleményt formál meg. Hát ezt most eldöntötték, mi is szombaton hazafelé jövet a szövetségtől kérdeztük meg újra, hogy ez most egészen biztos, ahogy történik. Ezért tudom azt mondani, hogy a közönséget szeretettel várjuk szombaton a sportcsarnokba, itt Baján. Annyit még el kell mondanom, mindenféleképpen, hogy az egri mérkőzésnek volt egy nagyon-nagyon jó színfoltja, és mindenkinek borzasztó nagy élménye volt, hogy egy lelkes tagokból álló bajai közönség elkísért minket Egerbe 330 kilométer, és olyan hangzavart és olyan szurkolást rendeztek az egri sportcsarnokba, minthogyha 100 ördög jelent volna meg. Ez nagyba segítette a játékosokat, hihetetlen erőt adtak neki, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy ott voltak. A bajai játékosok közül Egerben Délich Bence 20 ponttal volt a legeredményesebb, míg Mándich Máté 14, Hosszú Gergő 12 egységig jutott.